Már reggel 5:30-kor beindult a roham, és ott jártunk, ahol is rengetegen voltak Győr egyik népszerű virágüzletében. Nem meglepő módon a vásárlók legalább 90%-a férfi volt pénteken. Február 14-e Valentin nap, egyben a szerelmesek napja is, ami bár általában megosztja a magyar embereket, a győriek többsége fontosnak tartja. Ebben az üzletben is készültek az év első nagy vásárlói ruhamára. A Valentin nap igen az első, aminek nagyon örülünk, hogy kicsit legalább megindul az élet. Hát megrendeltük a zárót nagy mennyiségben, igazából a Valentin megelőző napon kezdődik a roham, sokan meg akarják előzni a sorbanállást, illetve sokan nincsenek itthon, úgyhogy előre már gondolkodnak, hogy megveszik az ajándékot. Egy szál vagy csokor, fehér, sárga vagy éppen rózsaszín, Valentinkor nem nagyon válogatnak a szerelmes vásárlók, és a pénzt sem sajnálják arra, hogy kifejezzék érzelmeiket. Trendek és sláger virágfajták azért persze ilyenkor is vannak, ezekből fogyott a legtöbb pénteken. Az örök favorit a vörös rózsa, ez szerintem verhetetlen minden évben, de ezen kívül rengeteg a tavaszi virág, nagyon sok a virágdoboz idén, és úgy látom, hogy most idén nagyon sok kék rózsát rendeltek. Ahogy a képeken is látszik, a legtöbben virággal köszöntötték fel kedvesüket a szerelmesek napján, de sokan viszik el vacsorázni, vagy mondjuk egy wellness hétvégére romantikázni a párjukat ilyenkor. A Valentin nap nem csak nálunk, de Európa szerte hódít, és a szerelem mellett a tavaszvárásról is szól.